Sziasztok, srácok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk az Engineert, és érkezett hozzá update. Nagyon fontos dolgok érkeztek a játékba, most már, ugye ő volt az alapkarakterünk, most már benne van ez a karakter is, ami rettentően értelmes, valamint Irénke is megérkezett, úgyhogy akár női karakterrel is lehetünk, ez valami fantasztikus, maradjunk annyiba. Na folytassuk, ahol legutóbb abba hagytuk. Egy ilyen tengerparti területet kaptunk, van 8 küldetésünk, kell majd építenünk hidat! Hát ez fantasztikus lesz. Na lássuk az elsőt. Erre a placra kell nekünk építenünk egy járművet, amivel le tudunk odáig gurulni. Hát ez nyilvánvalóan egy egyszerű kis kocsi lesz. Csak itt az lenne a fontos, hogy ne törjön szét, ameddig az intelligens kiskománk leér vele. Úgyhogy egy masszívabb kis kocsit kell csinálnunk. És megpróbáljuk ezt minél stabilabbra megcsinálni. Ez alatt arra gondolok, hogy mindenféle úton, módon ezt megpróbáljuk így összeszögelni. Ha mondjuk ott már belül, akkor így nem fogom tudni, de majd még próbálkozunk. Kéne néznem amúgy ilyen szekér dizájnokat, hogy milyeneket csinálnak a valóságban, és mi az, ami amúgy így ténylegesen effektív. Jó, berácsozzuk. Olyan lesz majd, mint egy kalitka. Hogy ne tudjon belőle kiesni. Hát én nem tudom amúgy, hogy erre még egyet nem tudok rátenni, viszont a szöggel, azt nem tudom, hogy azt ott át tudjuk ütni. Aha. Minél több helyen tartsa. Most nem tudom, hogy ez így legurulna-e már. Hát azért ez elég sok szöget kapott. Mennek itt a biztonsági százas szögek. Teszünk pár beamet így, hogy ne tudjon majd kiesni belőle, és ezeket össze tudjuk majd szögelni szerintem. Aha, össze tudjuk szögelni, szuper, mert ez is egy kis tartást adhat neki. Úristen, mondjuk az elég veszélyes. Kicsit előre dőlsz a szabad szögbe, hogyha le kéne ütni a végét kalapáccsal. Hát most ezt nem tudjuk megtenni, de... De az ott nem túl biztonságos az én értelmezésemben. Jó, kicsit pont így. Átütjük egy szöggel. Így, szuper. És akkor, hát... Nem tudom, most itt erre tudok tenni. Kicsit verde lett. Jó. Ebben már csak nem fog kiesni. Ebbe elkapaszkodik, nem? Az engineerünk. Kicsit kusza lett a dizájn, hogy őszinte legyek. Próbáljuk már meg, hogy... aha, tehát elég nagy az engineerünk a kocsihoz kép. Hú, félek, hogy előre fog borulni, túl kicsi. Na jó, lássuk. Nézzük meg, hogy egyáltalán van-e értelme annak, amit mi csináltunk. Majd egyből rá kell nyomnunk a szem erre, hogy nagyon jaunak tűnik nekem. Looks good to me. Jajaj, leér a lába! Az lehet amúgy baj lesz. Hogy össze? Az alját meg kéne az alját kicsit modifikálni, és leért a lába. Szerintem az volt amúgy az egyik probléma. Menj egy kicsit odébb, engineerem. Szóval, hogy ezek beleesett a lukakba. Ezzel amúgy nem számoltam. Jó, egy pár szöget amúgy ide lehet beleütünk. És alul így szétterpesztett a sztori. Úgyhogy azt kéne csinálni, hogy nem tudom, hogy meg lehet-e duplán esetleg ezt erősíteni. Hogy ez itt tartson. Mert ahogy megkapta föntről a súlyt, ugye ez itt szétbicsaklott. Amúgy nem volt ezzel semmi probléma. Azon kívül, hogy kiesett és elgurult a rossz irányba. Jó, skip, megépítettük. Looks good to me. Oda néz, hát még háttámlánk is van. Ó. Hogy áll? Hagyjad, mert azt hittem, hogy el fog dőlni. Az igen, az van design. Na hát ez ás lett, ez teljesen tökéletes. Nagyon egyszerű lesz a feladatunk. Építenünk kell egy világító tornyot, amiből már a torony, az tulajdonképpen megvan. Csak ugye ezt majd meg kell tudnunk tartani, ami itt van. Jó, hát ez nekünk való feladat. Annyi, hogy nincs a nagy oszlop, úgyhogy annak annyira nem örülök. Most kezdek igazán aggódni, hogy felértünk. Olyan instabilul állnak ezek a csövekek, hogy az valami hihetetlen, hát én végrakom. De én nem hiszem azt, hogy ez így meg fogja magát tartani, hogy őszinte legyek. Úgyhogy... Ide téglával kell építkezni, vagy kőből, vagy valami olyanból, ami tart is, mert ez nagy összeszakadás lesz.
Hát, ha valaki erre azt mondja, hogy tákolmány, meg tudom érteni. Kicsit úgy érzem magam, mintha nagyon sok létrát fogtam volna, és így körbeállítottam volna őket. Az mit keres ott? Már nincs ott. Most valahogy még így keresztbe át kéne őket kötni, illetve meg kéne csinálni tetejét, hogy ez bármilyen úton, módon itten esélyt kapjon arra, hogy ezt itt megtartsa. Hát remélem a szél nem fog fújni, amikor itt a bemutató lesz, mert akkor már akkor gondba leszünk. Na most figyeljetek, hát a stabilitás ugye itt a probléma, hogy nem mocorogjon. Hát kikötjük kötéllel. Hát lehet kötéllel itt kikötni dolgokat. Hát így mindjárt kicsit komolyabban néz ki az egész. Mondjuk azt ott pont nem engedi, úgyhogy ezt ott nem tudjuk. Már akkor minden másodikat kötjük ki, az is jó. Oda néz. Hát ez már ránézel, és akkor ez látod, hogy ez valami komoly. Mert kötéllel van ugye bár kikötve. Reméljük ez valami hajó kötél, vagy nem tudom, valami komolyabb cucc, mert különben bajba leszünk. Oda néz, de zsír. Ennyi. Na hát szerintem ezt meg kéne nézni, mert ez már ránézésre annyira komoly, hogy ez itt nem fog eldőlni. Jó lesz ez. Ú, de cink lesz, hogyha most így pikpak összedől. Oda néz, így épült fel. Úristen, de gyönyörű. Jó lesz, szerintem tök jó lesz. Jó. Ha egy kicsit dölöngélt, amúgy nem volt annyira rossz, tehát egy pár másodpercig bírta, a stabilitásán kell még növelni, amit tudom is, hogy fogunk megtenni, belül pár kereszt rudat fogunk tenni bele. Igazából ennyi. Ha őszinte akarok lenni, ez pontosan úgy néz ki, mint amikor találtatok a padláson pár deszkát meg szöget, és akkor azt még így belevertétek, ahova lehet. Most megnézzük, hogy a játék ehhez mit szól, mert ha szabályszerűséget akarnánk keresni benne, szerintem... Csak több lesz tőle a tüzelő. Hát nincs mese, kénytelen vagyok téglával megcsinálni, mert... hát ez nem stabil. Legyünk őszinték, ez sehogy sem stabil. Még barátok között sem. Úgyhogy... most ez el fog tartani egy darabig, még itt ezt így megpakolom. Vagy hát ez nem tudom, hogy tégla, ez kő, bocsánat. Így né. És úgy fogjuk csinálni, tehát úgy fogom az egészet megcsinálni, hogy... így csúsztatjuk. Hát van így. Ó, oda nézd, de zsír lesz. Akkor még a mintázata is menő lesz, csak mondom. Remélem nem kell majd föl... bármilyen ezzel még fölmászni is föl tudunk szerintem. Elkészült a torony, és ez annyira jó lett, hogy... ha kőműves munkát kell csinálni, hát beírom az önéletrajzomba, gyerekek. Mert ez most itt rendesen elfogadható lett. Teszünk rá egy sima... ilyen palánkot ide a tetejére. Aztán hagyd lássuk, hogy hogy bírja. Most erre nagyon kíváncsi vagyok. Láthatjátok, hogy hogy épült. Igazából odafigyeltem, hogy minden szint ugye csúsztat van az előzőhöz képest, úgyhogy lássuk a tudományt. Beton stabil? Hát itt nincs is kérdés igazából. Már csak az a kérdés, milyen minősítést... D! Valószínűleg azért, mert sokba került. Ez egy fájdalmas feladat lesz. Át kell jutnunk ezen az akadálypályán úgy, hogy ezt a karaktert irányítani. Maradjunk annyiba, hogy szenvedés. Gyerünk. Gyerünk, mász. Mász, má. Jó, álljunk fel. Ez rendesen nehéz feladat volt. Hoppá! Hoppá, hogy meglett! Na várjatok, a jobb kezet el kéne engednünk. Jó, azt most fogjuk. Úristen! Megvan! Jó, kusz. Jó, itt mit kéne csinálni? Nem mondod, hogy el kell kapnom ezt a cuccot. Úristen. Jó, meg lett. Nem! Úristen, beleestünk a vízbe. És ez így, pedig ennyire voltam attól, hogy jó legyen. Na gyerünk, fuss. Hups. Jó. Jó start, mász. Most mit csinálsz? Jó, állj föl. Hups!
Ott mi történt? Aha. Azaz. Megvan! Oké, átértünk ide. De már fél siker. Na, de légy szíves. Hopsz. Oh! Úristen, A plusz! Nagyon jó! Mehetünk tovább. Azt a kis rakományt, anélkül, hogy beleesne a vízbe, ezen a kis fahajón át kell juttatnunk a túlpartra. Ez egyszerűen hangzik, de nem az. Kell egy szerkezet, ami megtartja azt a három zsákot, lehetőleg minél magasabban, mert minél nagyobbat esik, annál jobban fájni fog nekünk. Bár lehet, hogy lent el tudnánk kapni, hogyha ügyesek vagyunk. Megpróbáljuk elkapni ezeket a zsákokat? Hát, ha nem indul el egyből a hajó. Próbáljuk meg először elkapni. Szerintem az is benne van a pakliban. Leraktam ilyen pici tartóval, ami nekünk így az első segítséget fogja majd adni. Na most itt az lenne a lényeg, hogy valami U-alakú szerkezetet csináljunk, és azért kell ez a rengeteg támasztás. Amúgy ide lentre is tudok tenni, most nézem. Ó, hát akkor tök jók vagyunk. Hát nem sajnáljuk a szöget, az biztos. Kíváncsi leszek, hogy lesz ennek így értelme. Remélem, hogy több elemen is átmegy keresztbe a szeg. Most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ezt még ki kéne lefelé egy kicsit stabilizálni, vagy akár így oldalazva egy kicsikét. Simán lehetne egy picit erősítgetni rajta. Nem tudom, van ennek értelme amúgy, hogy őszinte legyek. De mondjuk az kétségtelen, hogy jobban néz ki a hajó tőle. Hoppá. Az az oldalsó deszka nem is a fal, tehát lehet inkább a falat kéne erősítenünk, csak hát ugye arra meg nem tudok olyan egyszerűen rá építkezni. Hát nézzük meg, hogy először ez így mit tud. Skippeljük, ugye itt az ellenére, ha el is törik, rajta maradjon. Csak ugye már elindul a... Ott! Egy pár szöget elhagytunk amúgy! Bazzek, hát nem érem utol! Hát perfect! Jajjaj, ott kimozdult az egyik fal. Hogy tud egy ilyen kis falhajó ilyen gyorsan kanyarodni? Jó. Jó? D minusz? Megvan, hogy miért D minuszt adott, mert ezt szerintem meg lehet úgy csinálni, hogy teszel a hajó hátuljába egy rámpát, amiről belepattan a hajóba. Én azt hittem amúgy eredetileg, hogy fönt kell megtartani, és csak utána gondoltam rá, hogy mi lenne, hogyha itt hátul lenne. Tehát igazából csak egy rámpa kéne, ami belepattintja a hajóba. Na mindegy. Jó lett ez így. Jó van ez a D minusz? Az majdnem jó. Szeizmikus teszt? Építenünk kell egy épületet, ami kibírja, hogy mozog a platform, és közben ott marad... Na hát, hagyjuk már hülyeséget. Hát mi vagyok én? Építészmérnök? Hát ne szórakozzunk már. Ez egy nagyon jó stabil alap lesz, és arra gondoltam, hogy a torony másik fele az fából lesz. Most egy probléma van, hogy nem tudom, hogy az ilyen földrengések ellen építészeti technológiában mit szoktak alkalmazni. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogy kéne esetleg arra felkészülnöm, hogy itt rengeni fog a föld, és azt valamennyire az épületem el tudja nyelni. Tök jó lenne, hogyha erre ismernék ilyen megoldásokat, de most mindjárt kitalálunk valamit, csak ezt megpróbálom középre beleilleszteni, így, és a kavicsba beleszögeljük. Így 9 ponton. Szerintem ez így elég lesz, és ez nagyjából egyenes, ugye? Nagyjából igen. Jó, tehát amennyit tudok, például hidaknál ugye úgy oldják meg, hogy van egy kis hézag, de hogy nagyobb épületek hogy tudják kimozogni ezt, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából gondolom akkor járunk jól, hogyha az egész stabil. Túl stabil, vagy nem, de hogyha túl merev, az se jó, nem? Mert akkor meg törhet. Tehát valamilyen szinten biztos, hogy kell neki, hogy stabilitása legyen. Ezt most amúgy szépre szeretném, nem érdekel, hogy milyen lesz a grading, vagy hát az értékelés, D-t kapok rá, vagy F-et, vagy nem tudom mi a legrosszabb. De az lenne jó, hogyha nem törne el egyáltalán. Mert ez lehet, hogy már a túl merev kategória lesz. Jobban járnék, hogyha lenne egy kis kilengése a történetnek. Kételem vagyok, csinálni még egy szintet, de ugye ezt már csak ezek a cölöpök tartják. Ebben csak ferdén raktam ilyen tartókat. Hát, ha ott egy kicsit...
Kicsit odébb raktam az épületet, mint ahova kellett volna. Reméljük, hogy ebben nem lesz gond. A teteje miatt egy kicsit félek, mert elcsúsztunk. Megálltam, hogy az egér, hát nem tudom mennyire fog rengni. Tehát most ez itt egy ilyen olyan szinten big question számomra. Hogy mi? Ennyire mozog az alja, ne szórakozz velem! Hát ez hogy kéne kibírnom? Meddig bírtuk amúgy, és meddig kell kibírni? Ezek azok a kötelek, amik nem fognak segíteni. Olyan szinten szétrázza az épületet, és egy olyan magas tornyot kell csinálni, hogy elérkezett az a pont a játékban, hogy így... Haló? Ezzel rendesen gondolkodnom kell most, hogy mi lenne az a kivitelezés itt, ami működne. Most hiába ez a párkötél, olyan szinten rázza az alját, hogy ez szerencsétlen karakter, ezzel mit lehet csinálni? Hát nincs ötletem. Úgyhogy most eljött az a pillanat, hogy a komment szekcióban írhattok ötletet, hogy ezt a seismic tesztet hogy csináljuk meg. Fontos, ne nézzetek utána a neten, mármint annak, hogy mik erre a megoldások konkrétan a játékban, hanem próbáljátok meg ötletelni egy kicsit. A feladat összvisz annyi, hogy 5 másodpercig kibírja az épület ott fönt. Tehát maga a platform. Ennyi a feladat. Amit használni lehet, mehetünk Scratch-től, és akkor meg tudom mutatni. Ugye van ilyen beam, ami tud konnektál, az aljához konnektál. Van ilyen... ugye ez, amivel összeszoktam én is kötni, vannak ilyen sítek, ezek ilyen nagy lapok, ilyen nyilván szögelni lehet dolgokat. Van ez a blokk, amit lehet mortárral egymásra tenni, tehát láttátok, mennyit ért az előbb. Hát gond nélkül szétrázta. Kerék, amúgy azt nem tudom, hogyha kereket tennénk bele itt-ott, akkor az tudna-e bárhogy, bármilyen utómódon segíteni nekünk. Mondjuk kerék lenne az alja, tudod, és akkor csak a platform mozog alatta. Vannak ilyen propellerek, de hát ennek nem sok értelme van, kötél van ugye, meg hát van lánc, de mind a kettő kellően instabil, meg a láncot ugye még ki kell szögelni. Meglepően nehéz kezd lenni ez a játék, úgyhogy lesznek itt érdekességek, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek és megnyomtatjátok volna, amíg iratkoztok fel. Én Storkoltam, jók legyetek, sziasztok!